A meccs két igen kecsegtető Spartacus helyzettel indult, a hetedik percben azonban a budapesti vendégek szerezték meg a vezetést, méghozzá a hazaiak csapatkapitánya Vidák Brátics hibája után. A mérkőzés végéig mindkét együttes előtt adódtak helyzetek, további gól azonban nem született. Egy jó füves pályán tudtunk játszani, mert nálunk ennél azért nagyobb hó van, ez az egyik. Január 10-e óta edzünk, mind ahogy a helyi csapat is, és most jöttünk meg Erdélyből egy futóedzőtáborból. Ez a második mérkőzésünk. Úgy értékelem, hogy fontos, hogy nem sérült meg egyik csapatból se senki komolyabban, és úgy gondolom, hogy a játék az a játékosok pillanatnyi állapotának megfelelő volt. A Spartacus legeredményesebb játékosa Vojo Ubiparip Lengyelországba igazolt. A szabadkaiak edzője Ljubomir Risztovszki szerint a gólgyáros helyettesítését még nem oldották meg. Nemamo zamenu za Voju, to će biti veliki problem, ali mi ćemo se s tim boriti i nadam se da ćemo do polaska na pripreme u nedelju obezbediti jednog napadača. Érdekes, hogy mindkét csapat, a Spartacus és a Fradi is a horvátországi Pulába utazik kéthetes edzőtáborba. A bajnokság február utolsó hétvégén folytatódik.